Sziasztok és boldog új évet! Bújj! Igen. Sose tudom, hogy meddig kell amúgy boldog új évet kívánni. Most, hogyha valakivel nem találkozol csak mondjuk 8-án, akkor még illik boldog új évet e, kívánni. Ezért csak tán. És március 8-án? Hát az már paraszt. Ez olyan, mint hogyha azt mondanád neki, ja nem találkoztam boldog új évet, mert boldog karácsony, akkor is találkoztam. Ja. <síns> Meg szerintem ilyen maximum elsőjén kéne, vagy talán ilyen harmadikáig esetleg. Negyedike van, szóval még, szóval még pont, pont belefér. Munkanap és akkor még nincs műszakban a másik. Jó, akkor akkor úgy mondom, akivel nem találkoztunk, annak boldog új évet, akivel meg igen, annak meg sziasztok. Így tiszta. Igen. Igazából a mai videóra csak is kizárólag ilyen speciális dolgokkal jöttem, hogy ilyen számok. Nem matekozni fogunk, csak így az előző évet egy kicsit így megbeszéljük. Szeptemberben beszélgettünk, ott feldobtunk egy olyan témát, hogy hány videót csináltunk abban az évben, mennyi tagsági videót, meg mennyi videót. 2023-ban, hogy mennyi lett a végső szám a tagsági videókból összesen 124-et raktunk fel. Hát ez már az új szám? Ez már az új szám. Ez már a teljes 2023-as full szám. Például a legutóbbi GTA videóból azért jött ki kettő, mert az egy, az utolsó, a tricky az utolsó lövést, azt mondom, beraktam, hogy lássák meg az emberek, hogy körülbelül mennyi volt ez a vadász idény, amíg ott kempeltél a bokorba. Én nem. Ott kempeltél a bokorba, azt így mondta, hogy ja, ide futottam, meg odafutottam futottam, meg izé. Ott kempeltél a bokorba, és hogy lássák meg az emberek, hogy ott mennyi idő Telt el. Egy jó sniper, türelmes. Értem. És akár napokat is vár egy helyen. Akár ja, mennyire unalmas. Most... Maga un... alá húgyozik inkább, de nem tági. Nagyon örülök neki. Ezért volt az, hogy annyit le tudtál lőni, mert nekem mozogni kell. Jó sniper. Skill. Skill. Na, akkor 124-ből kiindulva, szerinted mennyi volt a nyilvános videó? elvileg kevesebb, viszont az utóbbi időben meg belehúztál. 77 volt a nyilvános videó. Ha ezt a kettőt összeadjuk, akkor kijön egy ilyen 100... 201 videó ment így fel. Amíg mielőtt tovább lépnénk, én hülye elfelejtettem, hogy az kell volna kezdeni, hogy Szilveszter. Nem nagyon szoktam ennek sose túl nagy hangot adni. Nem szeretem az ilyen kötelező bulikat. kötelező? Ah, mert mindig a, van, van benne egy, mindig egy ilyen, hogy általában sose úgy jön ki a lépés, hogy akkor lenne valami, de mégis ott van benne, hogy ó, de csak kell, mert hát azért csak meg kell ünnepelni, meg, meg valami ilyesmi, úgyhogy általában ennek mindig az a vége, hogy a, a szarbulikba is elmegyek, mert hogy mondjuk nincs más, de akkor is muszáj bulizni, szóval. Két évvel ezelőtt el Arra sem emlékeztél, hogy ez hajnali kettőkor kérdeztet meg tőlem, hogy azt mondja, nem, mikor lesz éjfél. Ez meg a másik, igen, tehát hogyha egy összejön egy ilyesmi, ahol meg túl jól érzed magad, ott meg az a baj, hogy nekem egy nagy fét is jön ez a visszaszámlálás. Ott voltál, az, pedig számoltál vissza. Igen, az utóbbi időkben ez kimaradt. Hogy benne voltam, részese voltam, csak így nem tűnt fel. Ebben az évben, hidd el, nekem is kimaradt most. Nem, én, én most csúnya voltam, de az a féle csúnya, hogy a jó fej csúnya. Érted, hogy így jó fej voltam, aranyos voltam, gyerekekkel játszottam, tehát normálisan, kultúráltan, olyannyira, hogy így elsőjén így felkeltem, és nem tudtam, hogy mitől fáj a talpam, a vádlim, a combom, a hasam, a melkasom, a válaim. Fogadalom volt valami? Nem, sincs olyan. Nekem van. Most direkt én várjak tettem. mindig arra az egy évnek, arra az egy napjára, hogy megcsinálhassak valamit, majd a következő. évben. Ja, nem, nem, én, én, tettem. Nekem vannak én ilyen van ilyen, mindig challenge állítom magamat. Na, mi? Megvan a Jack Reacher, és nem a Tom cruise Jack Reacher beszélek. Annyit tudok, hogy egy nagy kigyúrt Nem búcs. Igen. Azt akarok lenni. Már mindig rá... hogy akarok kinézni. Ennyi. Ennyi fogadalmat tettem. Azért mondtam, azért emeltem ki a Tom Cruise-os Jack Reacher-t, mert hiába volt egy ilyen filmje, izé, és én az Amazonon, Amazon Prime-on szereplő sorozatnak a főszereplője, aki Reacher, hogyha most hasonlítanom, kéne valahelyez, itt egy sima katona, ő meg Kaiju, mondjuk. Na. <laughs> Úgy annyira nagy darab a csávó, és már tettem lépéseket is ezen jelent, tömegnöveltem, és rá kellett ébredjek valamire. Tudtad, hogy a tömegnövelés és a hízás nem ugyanaz? Nyilván az, az lenne a lényege, hogy az izom tömeget növelt. De általában úgy szoktak az ilyen nagy sportolók, mint a disznó, ilyenkor szarrászik magukat bármi. Azt az a mondás, hogy ami nincs leszögezve, azt egy meg. Tömegnövelésnél is az van, hogy azokat a szereket kell enni, vagy azokat a kajákat kell enni, amit hivatalosan fogyókúrátba, vagy abba a diétátba eszel, szóval csirkebe, rizzba, ötször. Ezeket így kell csinálni. Hát én nem így csináltam, mert úgy volt, hogy beállítottam november 1-én, hogy felmenjek 100 kilóra, és egy ilyen heti 400 grammot állítottam be magamnak, és ki matekhoz egy április közepére ezt a 100 kilót. Na, ez úgy sikerült, hogy december 26-án meg volt a 100 kiló. <laughs> ez jó, igen, szóval mondom így, hogy látom, majdnem sírtam, mert úgy voltam vele, hogy hát nincs lesz a kezdve a beigli, ez egészbe ment le, tehát Ketté vágtam, ó, Évi is eszik belőle, de ketté vágtam, megettem a felét, akkor ó, ez a másik vele is finom. Ott egy ilyen 400 grammos os beigli, 1300 kalória. Olyankor mm. szembesültem ezekkel a dolgokkal. És most így ezt megfogadtam, komcsakó, kibaszott lesz. Hát igen, mert a zsírra sokat nem érsz, mondjuk. Hát nem. Nem, én most megint azt vettem észre, hogy így belejövölök a cipőt bekötni, vagy valami, hogy opa, ez az érzés régen volt már rajtam, Onda de most megint előjön. A hordó, elő. <laughs> És most így nem látszik, de ezen a pólón is, hogyha felállnék, látszódna, de maradjunk annyiba, hogy fél év és Jack Reacher. Mondom, látszik. Jó. De, de úgy vagyok vele, hogy oké, okay, ez egy akadály, amit le kell győzni, és még jobban. Sőt, ráadásul márciusban, ha minden jól megy, elindítom azt a kihívást, amit nem mondok meg kamera előtt, mert három hónapos kihívás lesz. De ha azt megcsinálom ebben az évben, Jó, akkor... Kár. Nem, nem. Attól kicsit durvább. Mondjuk az is durva. Ha azt megcsinálom, akkor én azt mondom, hogy elértem azt a célt, amit kiszerettem volna tűzni magam elé. És ez nagyon patkány lesz. Már a fejbe már összeraktam a forgatókönyvet, de ez 90 napot ölel fel. És a 90 napban benne van a szombat vasárnap is. Szóval ott sincsen. Mennyi kell napi szinten foglalkozni vele? Körülbelül három óra hossza. Úr. És azon, azon felül, ezeken felül még az edzés is ott van nagyon patkányba leszek. Most, most jegyezzetek meg, hogy így nézek ki. Következőleg majd két kamerával fogjuk venni, hogy egyiket csak engem vesz, a másikhoz meg tudom, hogy behozok egy ilyen kis izék kis telefont, így fel, felállít, vagy felvesz. Szóval nekem ez, ez a challenge erre az évre, hogy én ki legyek pattintva. Egyetlen egy képet készült rólam, összejött egy olyan kép nekem, hogy így lefotóztam magamat a konditerembe, és még a kockány is a Haskockája. Volt olyan, hogy a konditermekben szándékosan úgy van a világítás belőve, hogy lásd magadon, hogy jól fejlődök, és akkor érdemes visszajárni ide, mert látom magamot. magamon. Az, az, öltözőbe is? Igen. Viszont amikor otthon vagy, ott ugye már nem ugyanaz a világítás, hanem mondjuk egy pontról jön csak, és nem mindegy, hogy hol állsz, akkor így megnézed, azt, ó, oh, híztam, már nem látszik a kocka. Gyorsan menjünk vissza a, a konditerembe. Konditerembe akarok élni. Igen, mert ott, mert ott jól nézek ki. És akkor ott meg lemész, elkezdesz gyúrni, és utána nézed magad az na tényleg ez erre volt szükségem, mert most már jól néz. Látod? Olyan, mint hogyha teljesen, látod, a, mint ha meglennének a kockák. <laughs> de az a barnulás, az nagyon kemény. Ne a kamion izét nézd, a kamion barnulás, hanem a has, a kockákat. Látod, hogy a kockák? Sőt, ha meg nem lenne rajzod a drág, akkor szerintem a lábadon is. Látod a... Ugyanígy láttam a barnulást. Igen, ezt mondom, hogy ez, ez is on, onnan kapod az összes fényt. Bezek halóról lenne bevilágítva. <laughs> Akkor meg lehet, hogy teljesen más kép lenne. Sokkal meg mindent tudok. Ah, ó, most így elvetted a kettőt, mert bazd meg most. Olyan ambíciókkal ültem ide le, meg mit tudom én, és most így letörted. <tosz> <De> Ez értek. Te... <tosz> de, 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 de kurva jó. <tosz> <tosz> Akkor most visszakanyarodunk ahhoz, hogy megint a számokról beszélgessünk. Ebben az évben, tudod, még volt az a videó, amit a legkevesebben néztek meg? A legutóbbi Escape from Backrooms. Ja, a gameplay. Aha. A legtöbbet néző, mert szerintem ki még volt a legtöbbet nézett. Ja, hát igen, és az, hát, pontosan. És az alatt? Azt nem néztem, de szerintem az egyik a videó volt az, az egy... ami körülbelül így felpörgött. Még a, még, le, még a stream más streaming. GTA, a stream más streaming az első. Az első, az első aha. Mondok neked egy számot, és meg kell, ki kell találni, hogy ez mi. 7973416. millió Az össznézet. Ugye? Egy éves, egy éves össznézettségről van szó. Szerintem ez a szám, ez nem csúnya. Egy év. Azt, azt hittem, hogy a minden év. Nem, 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 A minden évet nézzük, hogyha nagyon akarod tudni, 83 millió 83.287.834. Ha most azt nézzük, majdnem elértük ebben az évben a 9 évnek a tizedét 2023-ban. 80 millió, Jézusom. Az össznézettségünk órában lebontva tavaly 842.615, ami 35.108 napnak, napnak felel meg. 35.108 nap, annyi volt a néz nézőknek úgymond az összteljesítménye, hogyha órában lebontjuk a dolgokat. Úristen. Jó, én utolsó. 8332. Komment. Nem. Akkor nem Feliratkozó. Egy év egy alatt. Egy év alatt? Hát az hogy? Hát még csak egy 10k videó volt. Igen, tavaly. No, az jó, mert akkor ö, most lesz esedékes, mert most járunk kb. 148.500-nál. Mostanában lesz esedékes a következő. Ha, <laughs> Én nem kellett 2023. Mm, február 4-én volt a 10 k-kerék. Hát nem siértünk vele, a számokkal szerettünk volna titeket tűzdelni, és megköszönni nektek mindent. Mert igazából, ha ti nem lennétek, akkor igazából mi sem lennénk. Illetve lennénk attól függetlenül, hogy csak egy csatornaformájában nem lennénk. Hm. Jövő héten a podcastbe, meg a legutóbbi videónkban, amikor bemutattam a kis pici akkor volt az araknofóbiáról szó. Találtam más egyebet, elég durva fóbiákat, amire azt mondanád rá, hogy ilyen létezik, és biztos, hogy nevetni is fogunk rajta, és valaki ebbe szenved, sőt, szerintem egy-kettőben még lehet, hogy én is beleesem, nem olyan drasztikus mértékben, de szerintem én is benne vagyok minimálisan, hogy erről csináljunk egy podcastet, vagy nézek teljesen más témák, mert nem akarjátok ezeket a fóbiákat hallani. Erre kíváncsi vagyok. Miért ne akarnak? Nem, nagyon, tényleg nagyon furcsa fóbiák vannak benne, és én nem is gondolnád, hogy ettől is lehet fóbiája az embernek. Ilyen gyűjtsél hozzá még ilyen szexfóbiákat is. Szex specifikus fóbiákat. Biztos, hogy vannak ilyen. Jó, oké, rendben. Kíváncsi vagyok rá, hogy igen, csináljuk meg, vagy inkább hagyjuk. Vagy biztos, hogy van olyan, ez garantálom, hogy fél a fehér neműtő. Jó van, srácok, <laughs> nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy itt volt. Mi hamarosan jövünk egy új videóval. Ah. Sziasztok! Még elválló. ez a boldog új éve. <laughs> igen, igen.